Egymás után érkeznek a futószalagra a hatalmas dobozokba csomagolt dohánylevelek. Azokat aztán minőségük és folyadéktartalmuk alapján csoportosítják, a jegyzőkönyv felvétele után pedig a raktár megfelelő helyére szállítják. A növényeket később főleg Olaszországban és Lengyelországban dolgozzák fel. A felvásárlás 2 hete kezdődött meg ennél a cégnél. Vezetőjük azt mondta, érzékelhetően kevesebb áru érkezik be idén, mint a korábbi években. Nagyon nehéz évünk van, és sajnos az a trend, hogy minden év egyre nehezebb. 2022-ben kezdődött azzal, hogy az elérhető élő munkaerő száma rendkívül lecsökkent a földeken, de ez általában jellemző a magyar mezőgazdaságra. A másik az, hogy az energiaárak úgy elszálltak, hogy ez kezelhetetlenné vált, és ezt még tetőzte egy június-július-augusztusi aszályos periódus, ami a termésünk jelentős részét sajnos elvitte. Szabolcs-Szatmár-Bereg megy egyébként az ország legjelentősebb dohánytermesztő vidéke, a nyíregyházi cég pedig a legjelentősebb felvásárlója. A termés 3/4 ezen az üzemen megy keresztül a feldolgozás előtt. Vezetőjük azt mondta, amiben csak lehet, próbálják segíteni a termelőket. Egyedülálló módon abban is, hogy jelentős részben kompenzálják a megemelkedett energiaárak miatt megnövekedett költségeket. Ezzel szálon próbálunk segíteni a munkájukban. Nyitott Kft. A termelői csoport, amelyikkel szoros együttműködésben dolgozunk. Input anyagok beszerzésében, szaktanácsadásban, pénzügyi segítségben támogatja a termelőit. Ezen túlmenőleg az ULT Magyarország Kft. Az idén úgy döntött, hogy a kirobbanó energiaárak kompenzálására a 350 forint fölötti gázár 85%-át kikompenzálja a dohánytermelőknek, hogy az idén ne veszteséges legyen a termesztésük, és 2023-ban is tovább tudják folytatni a termelést. A Virginia dohány felvásárlása december elejéig tart, azt követően nagyjából 2 hónapon keresztül pedig a bőrdi levelek felvásárlása zajlik majd Nyíregyházán.